Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit Békés Csabán, mondjuk el az ómnám mantrát közösen hétszer. Oh. tér vissza a gondolkodás elé. Az elméd az haszna vehetetlen. A legmagasabb tanításokat nem fogadja be. Elvész a részletekben, elvész az énségben, elvész az ítéletekben, elvész a múltban. Tedd félre! Ha félretetted az elmét, és visszatértél a gondolkodás elé, akkor a tudatod letisztult, mint a tér, letisztult, mint a tükör, és látod az igazságot. Amíg azonosulsz a gondolataiddal, az érzéseiddel, a dualitásaiddal, addig nem látsz semmit, csak a gondolataidat helyettesíted be a valóság helyére. Elvárod, hogy csak téged értsenek meg. Elvárod, hogy csak te legyél a fontos. Elvárod, hogy a világ olyan legyen, amilyennek te szeretnéd, és a másik ember azt tegye, amit akarsz. Ha tapasztaltad a lényeget és látod az igazságot, akkor helyesen tudsz működni. Ez a működés az, hogy épp itt, miben segíthetek. Hogyan építhetünk egy olyan világot, amely emberhez méltó, ahol el tudjuk viselni az élet és halál körforgását, sőt, meg tudjuk azt haladni, sőt, értelmet tudunk adni az egésznek. És ez az értelem nem az elme által koholt ideológia, vallás, tudomány. Ezek mind részek, de nem az egész. Az ismereteit, hálóját szeretnéd használni arra, hogy felfogd a világot. A gondolatok hálójával a világ tengerét megmeríted, és a konklúzió halait, a tanulság medúzáit, a leckék polipjait szeretnéd kifogni. És ezzel csak részigasságokat tapasztalunk. Ha egy halász a tengert szeretné tapasztalni, akkor le kell tenni a hálóját ezért tett félre a gondolkodást. Ha a halász az egészet akarja tapasztalni, akkor be kell ugrani a tengerbe. Ezért tett félre az énséget. Amíg külön állsz a tengertől és nem merültél bele, nem érted, nem tudod, nem tapasztalod, hogy az micsoda. Hogy valójában, amiket eddig a hálóddal kifogtál, azok milyen világban élnek. Beszélyesek a Békés Csabai darma beszédek. Eddig kettő volt, és mindegyik után egy családtagom elment. Te is tapasztalod a múlandóságot, csak nem akarsz a tudomást venni. Mert ha tudomást vennénk róla, hogyha nagyon belemerülnénk, akkor nem tudnánk a mindennapi életünket élni. Amennyire bizonytalan a jövőkép, annyira szükségünk van rá. Amennyire nem ragaszkodhatunk a jövéshez és a menéshez, annyira szükség van a jelenségekre. És amennyire néha nem tudunk megbízni egymásban, és látjuk egymás tökéletlenségeit, annyira szükségünk van egymásra. Tehát az élet az nem játék. Nagyon sok vidám és boldog pillanat van benne. De az, hogy ebbe a testbe ezzel a lélekkel beleszülettél, az egy olyan ciklus kezdete, amiből úgy nincs kiút, ahogy szeretnéd. Ebben a teremben, ha körülnéztek, és hozzáadtok 70 évet, senki nem lesz életben. Mindannyian elmegyünk. Ez a rövid élet mire jó? Túl hosszú ahhoz, hogy csak úgy leéljük, és túl rövid ahhoz, hogy a világot látva ne szánakozzunk, és ne mondjuk azt, hogy nincs időnk. Mert nincs időnk. Viszont van jó pár évtizedünk, amit itt értelmesen, emberi módon, együttérzéssel, szeretetben el szeretnénk tölteni. Nézd meg ezt az elképesztő egyensúlyt, ami a mulandóság és tartóság között van. Mit tudunk a világról, és mennyi időt töltünk benne? Mennyire ismerjük a másik embert, és mennyi időt töltünk vele? Mennyi idő fölnevelni egy gyereket, és mennyi ideig vagyunk a családban? És ezért, ha nem pörölsz a világgal, akkor megismered önmagad. Fordítva, ha megismered önmagad, akkor nem pörölsz a világgal, és nem pörölsz a másik emberrel. Dolgunk van, valamiért ide születtünk. De senki nem tudja ezt úgy, hogy egy kis füzetben vele együtt jött a szülőszobára, és ott várja, ahogy anyuka éppen fölépül a szülésből, a gyerek programja, hogy miért van itt. Miért vagy itt? Miért születtél meg? Miért ezzel az arccal létezel? Mi az utunk? Ezeket a kérdéseket csak magunk válaszolhatjuk meg, de egyedül nem megy. Ezt társasságban tudjuk igazán felvetni is, és megválaszolni is. Amikor sok a világ, akkor mondhatod azt, hogy hagyjál békén. De mire jó az, hogy téged békén hagynak? Belül mit csinálsz? Csak kattogsz tovább, pörgeted a további ciklusaidat, rutinjaidat, követed a szokásaidat, várod, hogy valaminek vége legyen. Vagy pedig arra használod a befelé fordított energiát, hogy valamire rájöjj, hogy valamilyen érvényes, értelmes kérdést föltégy, hogy ezek után valami, ami magától értetődő, világossá válik. Az, hogy az egyén békében van, az az alap. Ebből még nem következik semmi. Ebből csak az következik, hogy telik az idő. Az, hogy az ember párkapcsolatban él, az az intimitás közelségét, és néha kényszerét adja. Ezt a közelséget kell helyesen megélnünk. Amikor valaki, nagyon közel van hozzád, akkor nagyon közelről lát. De jól lát-e? Amikor közel vagy valakihez, akkor nagyon közelről látod, de jól látod-e? Hogyha bekapcsolnak a félelmeid, a vágyaid, a haragod, a hiú reményeid, akkor azon keresztül látod a másikat, és nem tudod őt úgy látni, ahogy van. Ezért fel sem ismered, hogy miben tudnál segíteni hogyan lehetne együtt élni. Ezen még az sem segít lényegében, hogyha születik egy gyerek, vagy több. Valójában, hogyha elég tiszta tudatú a család, akkor a gyermek egy természetes kiegészülés és megsokszorozódás. Ha nem, akkor egy demarkációs vonal, amelynek a két oldaláról a szülők lövik egymást, és harcolnak, és a gyereket felhasználják. A csoport sem megoldás önmagában. Egy homokszem belevész a tengerpartba. Egy esőcsepp visszatér az óceánba. De ráébred-e az óceánságra? Azzá válik-e, ami az emberi lényeg? Vagy csak elvész a csoportban, vagy csak bekeveredik? Nagyon sokféleképpen tudunk együtt létezni nagyon sokféle megoldást szeretnénk a problémáinkra. Mégis azokat a fogadalmakat, alapelveket, amelyeket minden világvallás hirdet, nagyrészt parancsolatként, azokat a zen fogadalmakként ajánlja föl. Tehát fogadom, hogy tartózkodom az élet elvételétől. Ez nagyon más, mint a ne parancsa. A parancsot meg lehet szegni. De a fogadalomtól, mivel magad tetted, magad vetted föl, az ember nem szokott eltérni, nem akar eltérni. Nagyon megnézi, hogy meddig bírja megtartani. A fogadalom az a részeddé válik. És te azzá válsz. Nézd meg az igenis parancsát, vagy pedig a fogadom hozzáállását. Nagyon más. Ha egy lélek elvált a testtől végleg, azt nem tudod oda visszatenni. Ezért ez az első, az egyik legfontosabb fogadalom, amivel minden tanítás kezdődik. A másik az oda nem adott dolgok elvételétől való tartózkodás. Ezt a tan, a darma szándékosan nem lopásnak mondja, hiszen ez egy közjogi fogalom. Sokkal erősebb ez a szabály, amikor megnézem ezt, odatták nekem? Ha nem, akkor ezt nem veszem el. Nézd meg, hogy függ össze az elsővel. Egy állat odaadja neked az életét, tálcán lefekszik eléd, és mondja, hogy vágjál le, szíves. Vagy pedig nekünk kell levadászni, kitenyészteni és vágóhídra küldeni. A harmadik, az öt nagy fogadalomból a tartózkodás az igaztalan beszédtől. És nézd meg azt, hogy a valóság jelölhető beszéddel, és el is torzítható, el is fedhető, fel is szabdalható, amikor mellé beszélünk, szétbeszélünk valamit, másról beszélünk, ahelyett, amit szavak nélkül is értenünk kellene. A szavak tehát fedhetik a valóságot, eltérhetnek, részben fedhetik, és te kiejtheted az igazság szándékával, a hazugság szándékával, a félreérthetőség szándékával, és rá kell jönnünk, hogy a szavak legjobb esetben csak megmutatnak, megjelölnek. De az, hogy bot, azt én tudom erről, ő nem tudja. Bármilyen nyelven nevezem, ennek ez mindegy. Az emberi elme azért érdekes, mert a szavakat abszolútnak szeretné tudni, abszolút valóságot, abszolút jelentést, abszolút jót vagy rosszat szeretne. A jelentésben, a szavakban tapasztalni. És innen indul a téves nézeteknek a végtelennek tűnő áradata. És a téves nézetekből pedig nem lesz más, mint habzsiság és harag. A félreértésből nem lesz más, mint felesleges konfliktus. Mi az a darma, amihez nem kellenek szavak? Mi ez a csend, amiben minden benne van? Mi az a törvény, ami íratlan és magától értetődik? Ezt csak a lélek csendjében tudod felfedezni, csak az egyévállásban tudod felfedezni. A zen, amikor az abszolútról szeretne szólni, egyetlen egy mondatot mond, ha kinyitod a szádat, már hibázol. Megszólalsz, és mint halacska már kisugrottál az óceánból. És már nem vagy benne. Ezért egy másik mondat rávilágít erre: A csend többet ér, mint a szentség. Ekkor tapasztalhatod azt a teret, amelyben az eredeti tudat nyilvánvalóvá válik. Ekkor nem hazudok magamnak és másoknak arról, ami a világ és ami önmagunk. következő a tartózkodás a tudat elbódításától. Egy olyan világos tudatra van szükség, amely most bennetek figyel, igyekszik megérteni, amit mondok, de ne csak érteni igyekezz, hanem belül a lelkeddel felfogni azt. És ehhez az kell, hogy a tudatot tiszta legyen. Nem csak kábítószerekkel tudjuk elbódítani a tudatot, vagy a hagyományos alkohol, a cigarettával és egyéb ilyen szerekkel. A legfinomabb bódítás az az, amikor akár audiovizuális, akár olvasott módon, de jelenségek rétegeivel borítod be a tudatot tiszta tükrét egyszerre sok-sok réteggel, csak azért, hogy szórakoztass magad. Csak azért, hogy ne kelljen éppen azt érezni és látni, ami van. És így a tudat tisztátalanná válik. Ekkor alakulnak ki az azonosulás vakfoltjai. Ekkor történnek veled olyan dolgok, amelyeket nem szeretnél, de már benne vannak a térben, mert te lemondtál az igazságról. Lemondtál a tudatot tisztaságáról. Mert néha fáj látni. Néha fáj érezni. És ha ezzel a fájdalommal nem nézünk szembe, akkor soha nem nőünk föl. Soha nem leszünk emberek. Maradunk így visszamaradva, még gyermekek sem, hiszen a gyermekek ártatlanok, tiszták, és mindent magukba szívnak, mint valóság. Ha nem visszamaradott emberek maradunk, megállunk a fejlődésben. Mert nem merünk a fájdalommal szembenézni. A buddha... A szenvedést tanította, mint a négynemes igazság első darabját. Vajon miért nem a szeretetről és a boldogságról beszélt? Azért, mert azt a fát, amit nem ültettél el, nem gondoztad, nem nevelted föl, annak a gyümölcsét sem szakíthatod le. Ott kell kezdeni, ahol a világ van, ahol mi vagyunk. És a szenvedés egyik típusa, az, amiről az ötödik fogadalom szól, ez pedig az, amikor az elkötelezettségeinket egyoldalúan megszegjük, amikor megcsalunk másokat, amikor az ember szélhámos, csaló, hirdet valamit, de még belül sem akar megfelelni neki. Soha se a tökéletességet kérd magadon számon, hanem azt, hogy becsülettel törekszel -e arra, ami jobb embert csinál belőled, ami jobb világot csinál ebből, amit most élünk. És megengedi a másik embernek is, hogy ugyanezt tegye. Az igazi kérdés tehát az, hogy ezt az öt fogadalmat, szaszkitúl pancsos sílát, ha ismered, akkor mi a viszonyod hozzá? Ezzel tudod megválaszolni azt a kérdést, hogy milyen életet akarsz élni. Mert amilyen életet élsz, pontosan olyan lesz a következő. Feltetted-e magadban azt a kérdést, hogy ezt a lelket, ha most kivennék, és egy másik testbe tennék, jó lenne, szeretném, vagy esetleg kivennék belőle bizonyos tulajdonságokat, és beemelnék olyanokat, amelyekre törekedtem, de még nem tudtam megvalósítani? Gondold el, hogy ha a mulandóság nem állna az oldalunkon, és nem tudnánk újrakezdeni egy újabb élettel, egy újabb gyermeki állapottal az egészet. Ha az, amit te most magadnak tudsz, nem menne le a tudattalamba, hanem ezzel a tudatos elmével évszázadokig kellene itt lenned, és a tükörbe nézve tapasztalnod magadat, ahogy lassacskán vászorgunk a létezés útján, annélkül, hogy kiszállhatnánk annélkül, hogy érdemben fejlődhetnénk. Az milyen lenne? Akkor haladsz az úton, hogyha a mulandóság törvényét az oldaladra állítod. Ez csak akkor következik be, hogyha nem azonosulsz a karmáddal. Amíg azonosulsz a karmáddal, addig szenvedsz tőle. Mihelyt leválasztottál róla, abban a pillanatban művelheted, változtathatod. Teremtheted, és megsemmisítheted. Ha akarod, megtarthatod. Ha megismered ezt a világot, akkor megismered önmagadat. Akkor szűnünk meg panaszkodni és perlekedni, ahogy korábban mondtam. Nézd meg, hogy a térrel és az idővel milyen barátságban vagy. És hogyha alapvető ellentéteket tapasztalsz, ha alapvető megoldatlanságokat tapasztalsz, akkor az úton még nem indultál el. Ha azt hiszed, hogy veled minden rendben van, csak a világgal, a másik emberrel van probléma, akkor az úton nem indultál el. A szenvedés ténye nem az, hogy rosszul érezzük magunkat. A szenvedés ténye az, hogy megszületünk, meghalunk, és nem tudjuk, hogy miért. Nem tudjuk, hogy mit hozunk le. Nem látunk ebbe a csomagba, ami itt van. Nem látod a lelked tartalmát, és ezért nem tudod, hogy ki vagy. És a zen paradox módon ezt úgy teszi számodra lehetővé, hogy a tapasztalatoddá válik a nem tudható, de tapasztalható önvaló. Ez az önvaló nem lép be a születésbe, de mégis a miénk mestert a Tang megkérdezték, amikor az ember megszületik, a buddha természete is belép a szenvedésbe? És a válasz így hangzott, belép vele az életbe, de nem szenved. Itt a válasz a fájdalom testre. Itt a válasz arra, hogy mer szembenézni örömöddel és fájdalmaddal, mert ami szembenéz vele, az nem öröm és nem fájdalom. Az valami, ami ezen túl van. Ha ezt mered akkor az élet és halál körforgásával is előbb-utóbb szembe mersz nézni, mert ami ezt látja, az nem élet és nem halál. Még csak nem is ember, állat, vagy istenség, vagy bóthiszatva. Nincs neve, és nincs formája. De mégis ez lát a szemeddel, ez hall a füleddel, és ez mondja ki benned azt, hogy én. És ha ez a lényeg letisztul, akkor meghaladod ezt az ént, és eljutsz ennek a forrásáig, és enyészetéig egyetlen pontban. Tér tehát vissza a gondolkodás elé, mert a gondolkodás útján csak körben-körben forogsz életről életre. Tér vissza a képzetekhez való ragaszkodás elé, mert a jelenségek önmagukban nem adnak választ semmire, erre a tapasztalásra van szükség ahhoz, hogy itt helyben a pillanatban maradj. Az úton való haladás is illúzió. Ki kell mondanunk, hogy végre az emberek realizálják, hogy hol vannak, hogy haladnak-e vagy sem. De ebben a pillanatban való tiszta megmaradás az az úton való haladás. És nem az, hogy A-ból B-be azt hiszed, hogy eljutsz. Ezért van tehát szükség arra a gyakorlatra, amelyet a taoista bölcsek így hívtak, a jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Visszafelé, idebe. Ez nem az önvizsgálat önmarcangolás iskolája. Az önvizsgálat az a látás, nem pedig tudományos eszközökkel való boncolgatása magadnak. És nem is a múltba való beleveszés. Miért? Mert amilyen karmád még van a múltból, az ide jön a jelenbe. Amilyen karmád fontos lesz a jövőben, az már itt van ebben a pillanatban. Ezért mondjuk azt, hogy a pillanat már teljes. A múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. De ha nem tapasztalod ezt, a nem mozduló test, nem mozduló energia és nem mozduló elme állapotában, akkor ez csak ismeret marad, tudás marad, és nem lesz belőle tapasztalat. Kevés az időnk. Ki tudja, mi történik a következő darma beszédre itt, Békés Csabán. Itt leszel? Lesz szemed, hogy lásd. Lesz fület, hogy halljad? Lesz elméd, amivel megértsd? Lesz-e tested, ami idehozza a lelked? Akár tetszik, akár nem, ezen a földön társak vagyunk, mert az ember, amennyire individuális, akaratos és makacs, társas lény. Társak vagyunk az úton, mert ide születtünk. Egyetlen nagy emberi mező kiszögellései, kis csomócskái vagyunk. És egyszer a nagy kozmikus keverő a múlandóság fakanalával eldolgozza a csomókat a palacsinta a És kisütnek minket szépen. És viszontlátásra. Úgyhogy addig dolgunk van, és ha ebben segíthetek bárkinek, hogy hogyan gyakoroljon, hogyan álljon hozzá a zenhez. Egyáltalán mit jelent az, hogy meditáció? Akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. Azt szeretném kérdezni, hogyha nincsen gondolat, és csend van bennem, a, a csendben gondolatok nélkül hogy lehet fejlődni? Hallod a hangot? Igen. Akkor fejlődsz. A csendre azért van szükség, hogy halld a hangot. A mozdulatlanságra azért van szükség, hogy érezd a mozdulatot. A nem keletkezőre és nem múlóra azért van szükség, hogy tapasztald a keletkezést és megszűnést, és vedd kézbe a karmádat. Tisztán. Az, ami nem fejlődik, az, ami nem változik, az az záloga a fejlődésnek. Szoktam meditálni, és azt vettem észre, hogy egy idő után, hogyha minden nap meditálok, hétvégén többet is, mert akkor több időm van, akkor utána, hogyha találkozok emberekkel, kimegyek a hétköznapi életben, nem érdekelnek annyira, mert inkább a belső dolgaimra szeretek figyelni, és nem veszek észre apró dolgokat, amiket olyankor, amikor nem meditálok egy-két napig, akkor jobban oda tudok rájuk figyelni, amikor meg többet meditálok, többször fordítom befelé az energiát, akkor kevésbé sikerül jól kapcsolódni velük. Valamit rosszul csinálok? Nem. Ez a félig vagy részben kifejlesztett módszer. Ott tart az, hogy már az emberi hülyeségektől, az apró csípcsúp részletektől, a céltalan beszédtől, a jelentés nélküli cselekedetektől már tudod függetleníteni magad de látod-e helyette a nagyobb képet? Észreveszed-e a karmája helyett az embert? Ez a világ számára, akik nem gyakorolnak nagy részt, szinte érthetetlen. Tehát bejebb kell menni ahhoz, hogy jobban lásd az embert magad előtt. És ne akadjunk bele pontosan abba, amiről beszélsz. Az apróságokba, a jelentéktelenségekbe. Honnan tudod, hogy beleakadsz ilyenekbe, hogy a reaktív tudatod nem tud nyugodni, állandóan valami rossz, valami túl elégtelen, valamit nem tud a másik, valami nem úgy van, és ezek az állandó kis csipcsup hülyeségek betöltik a tudatterét. Nem lát ki belőle az illető. De amikor meditálsz, akkor kilátsz. És ez rendben van. Utána egy más hullámhosszon tudod megszólaltatni az embereket és te is más hullámhosszon szólsz hozzájuk. Ez rendben van. Csak el kell viselni, hogy ezt a, az emberek nagy része nem szokta meg. És ők azt szeretnék, hogy te ugyanolyan légy, mint ők. És ennek nem kell bekövetkeznie. Tehát a harmonizálás ez nem azt jelenti, hogy követjük mások karmáját, és kényszeresen megfelelünk olyan elvárásoknak, amelyekkel semmi dolgunk. Nagyon fontos, hogy a gyakorlat közben ne válj azzá, akivé nem szeretnél lenni. Ez oda-vissza igaz. Magad sem teszed ezt, és másoknak sem engeded, hogy olyan személyé változtassanak téged, akivé nem szeretnél lenni. Különösen nagyon erős nyomás, stressz, kényszerek alatt ezt a centrumot, ezt a jelenlétet, a tiszta tudatot tartani kell. Ez nem az a ragaszkodás, nem az a makacság, ami az embereket elszigeteli a világtól. Sőt, ezen a hullámhosszon sokkal jobban egyéb tudsz válni az emberekkel, néha zavaró az, hogy érzik, hogy te jobban látod őket, mint ők saját magukat. Jobban érzed, hogy mi van a szívükben, mint ők saját maguk, mert te nem akadsz bele az apró hülyeségeikbe, mint ahogy ők. Na, ebből a pontból lehet segíteni. Valójában meglátod, hogy mire van szükségük. És azt. Segíthetsz nekik elérni. Nagyon gyakran nem adható meg kívülről. De hozzá segíthető az illető, hogy tapasztalja. És ezt többségük nem szokta szeretni, úgyhogy készülj fel erre. Minden vágyam elmenni a templomba. Szeretettel várok. Az várunk. a egy visszatart, hogy elég köhögős vagyok. És ö, félek, hogy zavarnám esetleg... Ö, utazás előtt sok-sok gyömbéres, mézes, citromos tea. 40 éve köhögős vagyok. És eközben mennyi gyömbéres, mézes, citromos teát ittál? Valószínű egyébként, hogy pszichés a Na hát. És akkor úgy, hát ha meg tudnánk ezt oldani a templomban a biztos vagyok benne akkor... a templomban rengeteg gyömbéres, mézes és citromos teal van tehát mennyire zavaró egy ilyen ezt akartam megkérdezni hogy ugye ha az ember ha ott van egy napig akkor óhatatlanul uh, belecsúszik mert most úgy koncentrálok hogy fú nagyon ezt hívjuk kerti meditációnak tehát ha darma teremben köhögsz akkor a kertben egy speciális meditációt folytatsz a növényekkel, a földdel és a napfényel. Ott annyit kölöksz, amennyit akarsz. És az éneklésen pedig nem veszük észre, mert mindenki énekel. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Szemben a meditáció során, a meditáció alatt, hogyha a gondolatok feljönnek, hogy lehet megszüntetni azonosulást a gondolatokkal, szóval hogy visszatérek abba a nyugalmi állapotban. Mit gondoltál tegnap ilyenkor, 6 óra 41 perckor? Tudod? Nem. Így nem azonosulsz a gondolkodással. Még egy segítség. Mit fogsz holnap ilyenkor 6 óra 41 perckor gondolni? Nem tudom. Nagyon jó. Ez a nem tudom, ez a kincs. És hogy most, ebben a pillanatban mi gondolja azt, amit épp gondolsz? Azt tudod? Nem. Helyes. A múlt, a jelen és a jövő összes gondolkodása ebbe a nem tudomba tér vissza. Minden technika, amit te meditációként tanulsz, bármilyen megszabadulás irányú, nem kettősség irányú úton, az felfüggeszti a fogalomalkotó megkülönböztető és emlékező gondolkodás akaratlagos működését. Minden meditációs technika, akár leborulás, mantra, belső kérdés, azt célozza, hogy ez a kompjúter nyugodtan szépen leálljon. De az elektromosság az megmarad. Magyarul bármikor indíthatod újra. Az elme önmagát abszolútnak gondolja, ez az első és legnagyobb hibája. A relativitás az, hogy ki tudom kapcsolni, és vissza tudom kapcsolni, és ami azt kikapcsolja, az nem az elme. Tehát visszatérsz ehhez a nem tudomhoz, ehhez a tiszta tudathoz, és ez spontán, intuitíve, ha kell, gondolkodik, ha nem kell, akkor nem. És erre az elmét használja föl. Úgyhogy a nem tudom a legnagyobb kincs, a nem tudható, de tapasztalható, az a tiszta, térszerű, tükörszerű önvaló. Eredetileg semmilyen neve, formája, jövése, menése nincs, és mégis itt és most, sőt, csak is itt és most tapasztalhatjuk. Ezért kell a gondolkodásról leválasztódni. És ezt sikeresen meg is tetted. Miért? Mert feltetted a kérdést. Ha ez korábban részlegesen nem lett volna meg, a kérdés sem merül fel, mert nyakig benne vagy a saját narratívádban, a saját tévéadásodban. Aki nyakig benne van, fejtetőig a saját tévéadásában, az nem keresi a kikapcsoló gombot. Egy picit meg ki kellett emelkedni a Matrixból ahhoz, hogy meg akard egy kicsit ismerni és a kapcsolóját megtalálni. Jó? Jó. Csak így tovább. Köszönöm. Szívesen. Ha egy párkapcsolati konfliktusban észreveszem azt, hogy dühös vagyok, és dühös vagyok azért magamra, mert dühös vagyok, ekkor mit kell tegyek? Egy lépést hátra kell lépni, mert a düh nem oldja meg a problémát. A düh az egy kényszerreakció, a tehetetlenség reakciója, hogy valamit ki akarok mondani, de vagy nem tudom, vagy nem akarom, vagy nem merem. Valamit meg akarok tenni, de Úristen, ha megtenném, mi lesz belőle. Azt szeretném, hogy a másik ne így beszéljen velem, de mégis így beszél. Megtegyen valamit, de mégse teszi meg, vagy tartózkodjon bizonyos cselekvésektől, de nem tartózkodik tőle. Ez a tehetetlenség. És a tehetetlenségben a felhamozódó energia, amit nem tudsz megfelelően cselekvéssé, szavakká, gondolatokká formálni, eléggé erősni a pusztító érzelmekben tud kijönni. És ilyenkor fel kell tenned a kérdést, a hátralépés után, hogy mit akarok. Az akarat, az megtalálja azt a vektort, azt a kivezető utat, amivel ezt a dühöt transformálni lehet. Át kell ezt alakítani békés és nyugodt cselekvéssé. Ugyanaz az energia mennyiség, de nem ugyanaz az energia minőség. Ezt a minőséget kell nagyon tudatosan művelni. A dű az csak pusztít. Semmire nem jó. A kapzsiság csak elsajátít. Semmire nem jó. Miért? Mert nagyon önző rettenetesen önző, csak maga a fontos, csak magára gondol. A világ megszűnik, a másik ember megszűnik. Ez akkor orvosolható, hogyha magamban lévő téves nézeteket kigyomlálom, a lelket meggyógyítom, és a téves nézetek hiánya, helyes ismeretekhez vezet. Az illúzióktól való megszabadulás helyes önképhez vezet. Innentől kezdve a dű nem jelenik meg. Megjelenik a cselekvés, a beszéd, a gondolkodás és az érzelmek helyes formája. Észrevetted-e, hogy amikor dühös vagy, akkor az együttérzés a nullára csökken? Fordítva, ha az együttérzés egy százszázalékos, nem vagy dühös. Folyamatosan tartsd a kapcsolatot a másik ember lelkével, és ne különülj el, és ne óhajtsál ágyúval lőni erre a különbségre, ezen a távolságon keresztül. Oké? Okay? A másik, a kapzsiság, amikor el akarom sajátítani a másikat, amikor meg akarom úgy kötni a másikat magamhoz, hogy csak azt csinálja, amit én mondok, és olyan legyen, amilyenné én, én szeretném tenni. És ez is kudarca van ítélve. A kapcsiság és a dű az ugyanannak az éremnek a két oldala. Nagyon könnyen átmegy egyik a másikba. Úgyhogy ezt kell nagyon figyelni, hogy mikor vágod el a kapcsolatot, mikor húzod fel az egófalat, és mikor nyitod ki azt a lőrést, amivel már le is akarod lőni a fegyverrel a másikat. És akkor az ember még egy lépést hátra, falat lebont, fegyvert eltesz, és megint meghallja, hogy a másik mit mond. Rengeteg energia kell hozzá. Tehát a türelem, a tolerancia, az együttérzés, a kedvesség, legenergiaigényesebb érzelemcsoport. De a legtöbb energiát is adja. Rengeteg kell hozzá, és rengeteget is ad. Az összes többi ennél kevesebb. A dű pedig felrobbantja és szétszórja a levegőben. Ezért kell nagyon vigyázni. Ezért kell nagyon ébernek lenni. Ezért kell tisztán látni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Emberiséggel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Mit? Itt van mindenki. <laughs> hogy úgy tűnik, hogy elég rossz irányba haladunk. Jól látod. Hogy mi mit tudunk tenni azért, hogy jobb irányba haladjunk. Meg kell nézni, hogy az emberiség azon többsége, akiről te nagyon jól felismerted, hogy milyen irányba halad, merre megy, és az egy homlok egyenest ellenkező irányt választani. Ez azért egyrészt tényleg vidáman hangzik, de azért kőkemény és komoly, mert ezt már Hanvas Béla észrevette, és úgy Fogalmazott, hogy az emberiség többsége a víparjaja állapotában él, amely a valóság tövestől való kifordítása. És ez azt jelenti, hogy 180 fokkal meg kell fordulni, és az ellenkező irányba menni ahhoz, hogy te egy normális, emberi, együttérző, bölcs, önzetlen életet tudj élni. Ennek a megfordulásnak is megvan a szava, ez egy görög ször, ez a metanója. Tehát tessék, szíves, hanvas Bélát olvasni, főleg, ami az ős hagyományról szól. Az nagyjából az életmű sorozat első 12 kötete. Jó olvasást kívánok! A további, a 33-ig nagyon fontos, első 12 kötelező olvasmány. Úgyhogy választ ki az irányt. Szunkszenzen mester azt mondta, a gyakorlatban három nagyon fontos elem van. Irányvétel, Irányvétel és irányvétel. Semmi más. Lefordíthatod motivációra, szándékra és célképzetre, hogyha egy kicsikét szeretnél bővebben fogalmazni. Mi motivál? Mi a célod? Milyen szándékkal teszed azt, amit teszel? Ezt magadnak tedd nyilvánvalóvá, ugyanis szerencsére jókor kerültél ide, és még nagyon sok éved van, hogy ezeket a kérdéseket kidolgozd magadban. Én nagyon örülök, hogy ilyen fiatalon élekkel foglalkozom. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Ö, már egy ideje, egy jó kb. két éve, vagy kicsit már több, ugye szenvedünk itt sok mindentől, és ez, ezt az a hogy egyre jobban érzem, hogy bennem is fokozódik egy bizonyos feszültség, amitől már nem tudok úgy meditálni, mint régen. De pont attól tudsz. Hát, Gondolod, hát... bennem nincs Látom, hogy a világ merre megy, látom, hogy az emberek éppen mire hajlandóak, mit hisznek el, mivé változtatják magukat és másokat. Gondolod, hogy ez nem feszültség? De, így, Na, az. Igen. tudod, milyen öröm bemenni naponta háromszor a terembe, és kénekelni magamból mindezt? Hatalmas. Úgyhogy technika, ilyen technikai kérdés, tehát ez egy egzisztenciális, transzcendens, fantasztikus kérdés. Erre van szükség. Na, mondd a második felét. Hát. Erre szeretnék kiukadni, hogy a lányom egyébként ilyen kérdésekkel szokott otthon bombázni, és mondtam is, hogy nyugodtan tegye fel neked. De nem tette fel teljesen, mert az intelligenciával kapcsolatban tette ezt, hogy az emberek már annyira intelligensek, és nem. olyan fejlettek vagyunk. Annyit gondolkodnak, de nem intelligensek. Ha intelligensek lennének, helyesebben gondolkodnának, és kevesebbet. Minőségiek lennének a gondolatok, és nem pedig vége láthatatlan mennyiség. Egyébként Hegyes szíves megnézni apuka és anyuka közös karmáját, mert itt ül melletted. Tehát sikerült egy ilyen lelket lehozni, gratulálok, tessék gondját viselni. Igyekszünk, köszönöm. Látom. A folyamatok jók. Ugye? Az irány helyes. Az irány helyes, így van. Helyes. Nekem olyan kérdésem lenne, hogy tényleg, hogy a gondolatnak teremtő eleje van, vagyis gondolom, hogy van, mert az életem során, mikor szerettem volna valamit, nem akartam, tehát nem nem törekedtem arra, hogy én akartam azt a dolgot. Mégis elébem jött párkapcsolat, egy ház, egy kiskutya, vagy éppenséggel egy kávéfőző, vagy egy tavaszi kabát, bármi. Ezeket nem fe... mind megteremtetted? Nem, nem az, hogy megteremtettem, hanem, hanem egyszerűen, hogy csak gondoltam rá, hogy szeretném. És és valahogy az élet úgy hozta elém, vagy, vagy egyszerűen nem az, hogy elében hogy elébem raktam. Az élet hány keze van az életnek? Egy se. De neked mennyi van? Kettő. Az bőven elég. Azzal raktad magad elé, csak egy kicsit a térben, a tudattalanodban, a világban, ez ugyanaz. Tett egy kört a karma, nem is egyet. Te elgondoltad, az elment vadászni, aztán valahol meglőtte, és valaki hazavitte. Így megy ez. Tehát óvatosan az elfolytott tudattartalmakkal, mert a tudattalanodból a térbe kerül, esetleg más ember vagy emberek tudattalanyába, és egyszer csak gyümölcsöt hoz, és előtted van. Fordítva, amilyen karmikus gyümölcsöt egy táladra kerül, az valahonnan jött. És tekérted. Hogyha a korábbi bumeráng hasonlatot egy páran ismeritek, eldobsz egy bumerángot, és hogyha az egy röppáján visszajön, akkor azt tudod, hogy tőled jött, és hozzád jött vissza. Ha már akkor a röppája, hogy megkerülj egész békés Csabát, hát az egy negyed óra, amíg visszaér. Legalább. És innentől kezdve, nem látod a röppájáját végig. Ha megkerülj az egész földet, sok óra, vagy akár egy-két nap is, amíg visszaér hogyha az egyik életedben dobtad el, és a másik életedben kapod el, akkor el is felejtetted, hogy az te voltál. De egyszer csak rajta van az új lenyomatod. Miért? Mert úgy érzed, hogy ha tetszik, hanem ez neked szól. Ez a tiéd, ez hozzá tartozik. Nagyon nagy dolog ám, és akkor megismered az odatartozás törvényét. A karmád, az hozzá tartozik. Miért? Mert megteremtetted. A családod hozzá tartozik, miért? Mert oda születtél, oda házasodtál. Ezért összetartozunk. Ez egy teremtés. Óvatosan a teremtéssel. Néha elében jönnek döntések, amit meg kéne lépnem, mert számomra jó lenne az a döntés, és a környezetemnek is jó lenne az a döntés. De nem merem megtenni, mert félek a okozatától, vagy félek attól, ami még meg sem történt, hogy ez miért van, mert megszoktad a félelmet, mert a családban is jelen volt. Tessék apukával a karmát rendezni, jó? És akkor a félelem csökkenni fog. Rendben, köszönöm szépen. Szívesen. Ugye megvan az út, megvan a cél, és az utat párhuzamos úton be lehet járni, két úton. Mert megfogott a zen, de a magyar kultúra, vagy a magyar vallásban is vannak, és a kettőt párhuzamosan lehet vagy kizárja egymást. Az a jó írem, hogy a zen az nem tételes vallás, és nem köthető kultúrához. Minden kultúrát lehet szemlélettel helyesen művelni, nincs egy olyan kizáró identitás, amelyik ö, bármiféle gondot okozna. Tehát, hogyha te tiszta tudattal vagy magyar, akkor jobb magyar vagy. Oké? Okay? Okay. Az karma-e, hogyha az ember egy olyan gyereket szül, aki nyitott hátgerincel, kimondja rá a szülészorvosi 99%-ban, hogy béna lesz. És akkor én ott a jó perlekedtem, hogy hát ha már ez így történt, akkor segítsen, hogy ez ne következzen be. És valóban nagyon különös dolgok történtek az életemben, Kellett, hogy észrevegyem a dolgokat, és észre is vettem. És itt ül a, a gyerekem, akiről azt mondták, hogy 99%-ban nem fog tudni járni. A kérdés az, hogy ez karma? Minden karma, ami megjelenik és eltűnik. Én úgy érzem, hogy most a karmát a sors szinonimájaként használtad. A keleti tanokban az a karma, ami mindenképpen megérik, mint a gyümölcs a fán, és mindenképpen lehullik, az a prarabda karma. Elkerülhetetlen a tapasztalása. Két nagyon sérülékeny időszakunk van az élet és halál körforgásában. Az egyik a leszületés, a másik a felmenetel, az elhalálozás. Ekkor a psziché vagy még, vagy már gyenge. A test még nem fejlődött ki, vagy már alig működik. És ebben a sebezhető időszakban nagyon sok olyan karma kijön, ami az élet folyamán nem, mert akkor relatíve erősek vagyunk. Azt hisszük, hogy urai vagyunk magunknak. Odafön meg nincs test. Tehát karma úgy nem jöhet ki, mint itt lent. Az, hogy a fiad így született, az a korábbi életeiben elszenvedett vagy elkövetett karmák eredménye. Tehát az övé? Az övé. A tiét pedig az, hogy ő hozzád született. Ez volt a te próbád, hogy elvállalod-e, világra hozod-e, hiszel -e abban, hogy segíteni tudod a felépülés felé, beletetted-e azt az energiát, amit nem is tudtál, hogy benned létezik, és ezek után egészségesen ott ül melletted. Ez volt a te karmád. Az övé az, hogy nyitott hátgerincsel született. Ez mind-mind korábbi cselekvés, beszéd, gondolat és érzelmek eredménye. Tehát az ő korábbi. Cselekvés. Igen. A te karmád az, amit elmondtam, Igen, és a közös értem. karma pedig az, hogy te vagy az anyja és ő a fiad lehetséges -e, hogy egy életem belül megtaláljuk azt, amihez értünk? Vagy éppenséges csak az ego játék arra, hogy a kereső tudat mindig keresi azt, hogy akkor most ezt csinálom, vagy ezt csinálom is? Lehetséges, csak egyszer azt kell mondani, hogy elég. Eleget tanultam, eleget képződtem, most már a mester azt mondta, hogy csináljam, amit eddig tanultam, és akkor már tapasztalni kell, csinálni kell, azt az energiát, amit fölvettél, azt mások javára kell fordítani. De hogyha az ember a tökéletességet keresi, hogy még mindig nem értem eléggé, még mindig nem tudok eleget, még mindig jobban és jobban szeretném tudni, ez végtelen ciklus. Ebből csak úgy lehet kijönni, hogy azt mondja, hogy eleget tudok, még nem tökéletes, de nem is lesz az. De már cselekszem, és ez a cselekvés már nem hibás. Ez már szolgálja a célt. Ide kell jutni. De akkor ebben hol van az, hogy ö, a folyamatos változás? Mm. Ez benne van. Igen? Benne bizony, hiszen nem lelakatolod magadat egy ideológia mellé, vagy egy önkép mellé, hanem már a tevékenységgel együtt, a munkával együtt változol tovább, hiszen... A munka nem a tanulás megszűnése, sokkal inkább az érdemi tanulás kezdete. Köszönöm. Kérdeztetek még egyet? Azt szeretném kérdezni, hogy ha valaki nem él mondjuk Magyarországon, és nincs is olyan közösségben, mik az első lépések abban mondjuk, hogy például gyakorolja a zent? Haza kell jönni Magyarországra. <laughs> Itt a templom. El kell jönni a templomba egy kicsikét gyakorolni, és utána ki lehet vinni a darmát a célországba esetleg ott is közösségben gyakorolni. Köszönöm szépen. Szívesen. Van-e valami katalizátor, amivel úgymond fel tudjuk gyorsítani azt, hogy amit gondolatban megteremtünk, azt ö, hamarabb megkaphassuk? Fel kell gyorsítani? Ö, igen. Nagyon egyszerű, nagyon egyszerű példát mondok. Az egyik az, hogy ö, nagyon fiatal koromban, ilyen tizenéves koromban, az elmémben megteremtettem, hogy ikreim lesznek. Majd hál' Istennek, vagy másnak, 31-néhány éves koromra elengedtem ezt a sztorit. A kislányom, aki volt négy éves, ő ikreket szeretett volna. Mi az édesanyjával elmondtuk, hogy kislányom felejtősebb az életbe, mert mi már öregek vagyunk hozzá. Igen ám, de a lányunk ezt nem tudta, és ő megteremtette nekünk. Szóval ergo, amit én 20-25 évvel ezelőtt gondoltam, az ö, megvalósult. Vigyázni kell, hogy tényleg te a szó legintenzívebb és legkreatívabb értelmében mit akarsz. Ugyanis ha nem te csinálod meg, akkor a közel állók megcsinálják. Ezt hívják mondjuk transgenerációs karmának. Neked nem lettek ikreit, de ha jól értem, a lányodnak igen. Nem, a milyen, lettek az ikrek? Tényleg? Igen. Akkor a lányod nagyon jól tud teremteni. Köszönöm szépen. Viszont akkor ezt lehet, hogy örökölt. És itt, itt jönne be a kérdésem. Ez, ez az öröklés, ez nem olyan, ahogy többségben gondoljuk. Volt az öröklés, bocsánat, irónia lett volna bennem, hogy én egy két-három héttel ezelőtt gondoltam egy személyre, aki mondjuk Szlovákiába él. És halogattam a felkeresését, majd három napra rá ő rám írt. És ez megtörtént pár hónappal ezelőtt más személyekkel is. És a, itt jönne be az a kérdés, hogy van-e valami a, a, az agyunknak egy olyan kis Hát turbó amit ha megnyomunk, a gondolat teremtését fel tudjuk egy gyorsítani. Én inkább a nem gondolkodás tisztító erejét szeretném neked vázolni. Próbálj meg egyszer egy valakivel, akár egy kis csoporttal, egy szobában csendben ülni 30 percet. És hogyha ez megvalósul, akkor olyan lélekkapcsolat alakul ki, amely a csendben született. Én ezt 90 napig csináltam 28 évvel ezelőtt, és életformává vált. Tehát olyan mély lélekkapcsolat van úgy, hogy nem beszélünk egymáshoz, nem érintjük meg egymást, nincs közös cselekvés, csak ez van. És igen, közösen étkezünk, azt is csendben. Hát az a kérdés, hogy mi az, amikor nem ez van? Amikor nem ez van, akkor szét-sms-ezzük magunkat, szét e -mail ezzük magunkat, szét-telefonáljuk magunkat, és még mindig nem megy át az üzenet. Anélkül lehet, hogy jobban átmegy. Tehát nehogy azt higgyük már, hogy a tudatunk egyetlen hullámhoz ez a verbális valami, hát sokkal több hullámhoz van, amin az az egész közlekedik. Csak elfelejtettük ezeket, leblokkoltuk őket, nem aktiváltuk őket. Úgyhogy... Amit kérdezel, az a természetes valóság része, csak elfelejtjük. Szóval, hogyha, ha, ha jól értem, ha az agyamat próbálom, picit ingerszegényen, Hagyd már az környe... agyadat, <laughs> akkor az elmét. Azt is hagyd! Az csak az inbox, érted? Az az e-mail program, de az egész hálózata sokkal nagyobb. Ahova bejön az üzenet, meg ahonnan indul, az az agykéreg. Ilyen pindúr, ilyen kis, egy négyzetmilliméternyi valóság ebből az egész univerzumból, ez az agy. Szükség van rá, de szolgaként jobb, uralkodóként szörnyű. Hagyd az agyat, az az állomás, nem a szerelvény. Úgyhogy tessék tiszta tudattal létezni és viszonyulni másokhoz, és akkor ők is úgy viszonyulnak hozzád, ezért hívott az illető. Oké? Okay? Rendben, köszönöm. Szívesen. Hogyan viszonyuljunk, vagy egyáltalán mit kezdjünk a hiedelmeinkkel? Kedvenc téma. Akár olyannal, ami már megszűnt, vagy honnan tudom, hogy mondjuk az, ami, ami alapján saját magamat, mindent, az életemet nézem, az mondjuk két év múlva nem egy megszűnt hiedelem lesz, amire már rájöttem, hogy az már nem aktuális. A megszűnt hiedelmekkel nincs dolgod, azok az elmének a mélységes, mély szakadékába zuhannak, ahol a nem táplált emlékek komposztdombján elbomlanak. Onnan tudod, hogy a hiedelmek már nem működnek, hogy belőlük felszabadult az energia, és rájuk nézel, és már semmilyen közöd nincs ahhoz a gondolatvilághoz, ami addig a hiedelem volt, amíg azonosultunk vele, ugye? A jövő ugyanez. Meddig vagy képes közösséget vállalni egy hitrendszerrel. Ameddig energiát teszel bele, addig annak hozadéka van. Amikor megszűnök energiát tenni bele, akkor ez a hozadék csökken, utána megszűnik, minden a jelenléten múlik. Jelen vagy ebben a hitrendszerben, vagy sem. Ad -e neked valami többet, mint önmagad, vagy sem annyi hisznek a keresztények Istenben. Miért így néz ki ez a világ? Feltetted a kérdést? Mert mindenki a saját karmáját, a saját egoitását még hozzákeveri a hitrendszerhez. Így nem lehetséges az imitáció Kriszti vagy Krisztus követése. Tessék elolvasni a művet. Alapmű. Úgyhogy Vedd ki magadat, a saját egoitásodat a hitrendszerből, és akkor a tiéd lesz. Oké? Okay. Egyéb kérdés? Én az előző alkalommal, amikor itt voltam, akkor, akkor, azt éreztem, hogy nagyon rosszul vagyok. És most, amikor jönnöm kellett, akkor az volt bennem az érzés, hogy lehet, hogy nem is kell jönnöm, mert hogy már jól vagyok. Az előző alkalommal én a sebletépős, szétboncolós Időszakban voltam, hogy nézzük meg, hogy akkor mi van a legalján. És ö, olyan ta tanácsot kaptam, hogy inkább rakjam össze magam, és majd, ha jól leszek, akkor akkor majd, majd boncolgassam, nézegessem, hogy hogy mi van. Most jó Tőlem, vagyok. biztos, nem, hogy nem. Nem, nem, nem innen. Okay. Nem, Így már nem, nem innen. Én ilyet nem mondok. <laughs> igen, és most, amikor azt gondolom, hogy hogy, hogy talán meg lenne az energia ahhoz, hogy, hogy boncolgassam, vagy megértsem és lássam, most meg azt érzem, hogy Köszönöm, jól vagyok. És... Az ég szerelmére, ha jól vagy, akkor ne voncolgassad magad. Kell. Hát akkor pont nem kell. Hát, hogyha a szenvedés tudat megvan, akkor az energia az kicsit szétesett, és akkor a mélyére kell nézni. Akinek nincs betegség tudat, azt nem lehet gyógyítani. Nagyon érdekes, amit mondtál. Az első alkalommal rosszul voltál, és majdnem nem jöttél. Ez alkalommal jól voltál, és majdnem nem jött el. Na, ezeket hívjuk kérem szépen az elme elhárító mechanizmusainak, nehogy a darmával szembenézzünk, mert akkor viszont tudatosodunk, akkor a jót és a rosszat meghaladhatjuk, nem bújhatunk el a jó és a rossz mögé, hanem magunknak, a magunk ilyenségében, a magunk jelenségében kéne lennünk. Ettől viszont óckodni szoktunk. Mi van, ha veled valaki folyamatosan így szembenéz. Hány másodpercig bírod? Mikor hátrálsz ki ebből a jelenlétből, úgyhogy elnézel kis üveges szemekkel a válla fölött? Ez nem a farkas szemnek a gyermekkori játék, hogy mikor pislog a másik, nem. Meddig bírsz a másik jelenlétével szembenézni? Ugyanígy, meddig bírsz magaddal szembenézni? Na, ez a meditáció. Amikor magaddal szembe mersz nézni. Ez a kezdet. Amikor meghaladod önmagad, az a transzcendens része a meditációnak. De ha nem nézel befelé, akkor kifelé sem látsz tisztán. Úgyhogy, ha jól érzed magad, gyere. Ha rosszul érzed magad, akkor is. Viszont szóval ne boncolgassad magadat, megkérlek, mert akkor korboncnok leszel a következő életedben, azzal pedig éppen nem segítesz magadon. Szakmát azt kapsz, boldogul apámnak, az volt az egyik. Nagyon jól csinálta. És korán meg tudtam ismerkedni azzal, hogy mi az, hogy holttest. Én akartam. Bevitt a boncterembe, és megmutatta. Fiam, ez a holtest. Lehettem vagy 18. Nagyon hasznos tapasztalás volt mert semmi lelket nem látsz benne. Az egy üres porhüvely. Az a jármű sofőr nélkül, a test lélek nélkül, a legfontosabb hiányzik belőle. Felvesszük, amikor megszületünk, visszük úgy, ahogy amíg élünk, kicsit kondízva, hogy jobban nézzünk ki, ugye, és egyszer levetjük. Csók. Vége. Úgyhogy nagyon jó ezzel szembenézni, mert hirtelen a fiatal, aki szükségszerűen ezzel azonosul, amíg fölnő, az rájön, hogy ups, velem is ez lesz. Igen, mindegyikünkkel ez lesz. Ha felboncolnak, ha nem, ez lesz. De a testeddel. A lelked az ki fog szállni onnan. Minél jobban ismered magadat, annál. Harmonikusabban fogsz kiszállni belőle. Minél jobban meghaladod az életet és a halált, annál félelemmentesebben szállsz ki belőle. Látni kell az élet és halál körforgását, nem félni tőle, és nem remélni belőle semmit, hanem felnőtt módon helyesen a felébredés felé járni az utat. Ha ezt tesszük, segíthetünk magunkon és másokon egyaránt. utolsó kérdés. Elhangzott egy nagyon fontos mondat az imént, hogy a születéssel kapjuk úgymond a lelket. Nem, nem kapjuk. A születéssel fölvesszük, fölvesszük a testet. A... a... testet. A lélek az nem kapja önmagát. A születéssel felvesszük a testet. És a fogant... A fogantatással elindul a test fölvétele, Elképesztő sejtburjánzás indul meg abban a boldog pillanatban, illetve közvetlenül utána. De akkor ott még a lélek nincs ott. De ott. helyet foglalt, megváltotta a jegyét az előadásra, csak még kiment a büfébe pattogatott kukoricáért. Az egyik pici ikergyárkőcünknél olyan gesztusokat látunk bele, sőt testtartás, viselkedés, mint szegény megboldogott apósomnak. Ez közös karma. Az apósod lelke arra ment, a gyerekeké itt van. Ez a közös karmának, a közös áthatásnak a nyoma. Ez A, a család is egy mező. Egy közös tudatmezőt képzelj el, és a tudatmezőnek a csomói az emberek. Oké? Okay? A társadalom is ilyen, csak az nehezebben észrevehető, és egy kicsit csomósabb. A családban, mivel egymáshoz születünk, ezért közös karmánk van. Tehát nekem úgy van tökéletes hasonlatosságom anyai nagyapámhoz, hogy soha, de soha nem láttam, mert két évvel a születésem előtt meghalt. Én pedig a közös családi karmába beleszülettem, a jó kis mezőbe, ahol elkezdtem nevelkedni, gyarapodni, ugye, és hoztam azokat a közös tulajdonságokat amelyeket nem kissé azok láttak meg, akiknek hiányzott anyai nagyapám. Hiszen ha hiányzik valami, azt jobban keresed. Ha hiányzik valaki, azt jobban meglátod. Hí, hasonlít rá. Miért számodra hasonlít? Mert neked az az ember hiányzik. Jó? Köszönöm. Szívesen. Mikor hal meg egy ember? Igaz-e az, hogyha beteljesítette a feladatát? Nem. Meghalhat balesetben, figyelmetlenségből, éhezésben, hadifogságban, reménytelenségben. Látod azt, hogy egy inkarnáció mikor fejeződött be, és mikor nem. Nagyon sokféle halál van. Szeretjük ezt hallani. Szeretik ezt egyes emberek kimondani. Nem. Az univerzum tele van meglepetésekkel, amelyek mind az ok és okozat törvényét követik. Ha, ha van egy életed, és fizikálisan nem halsz meg, Újászülethet a lélek egy fizikai élet alatt? Igen, újjászülethet, csak az a meghaláshoz nagyon hasonló élmény, viszont nem vált testet. Az lenne a kérdésem, hogy a lélek és a szellem között mi a különbség? A lélek a szoftver, a test a hardware, a szellem vagy a buddha természet az az operátor. Tehát ez a tudatosság, amit itt a tamban szellemnek, vagy szellemiségnek nevezünk, ez a tudatosság, ez az a nem név, nem forma, ami a látó, aminek a tükrében látszik a lélek és a test minden működése, és hogyha jól látod, akkor irányítod is. Helyesen irányítod. Így van? Igen, köszönöm. Nagyon szívesen. Szeretném tudni a különbséget, hogy ha valaki császárral születik, vagy természetes módon, ugye akkor az már az első győzelmét megszerezte azzal, hogy megszületett. Szerintem te tudsz valamit. Nem csak van egy kisfiam, aki császárral született, és én látom rajta azt, hogy ő, mint egy lakott napköz is megérkezett az életben, nem kellett semmiért küzdenie, és el van, mint a befőt. Tehát az, hogy, hogy mi én a is császárral születtem, de még mindig nem vagyok el, mint a befőt, még mindig ilyen kívánalmak jönnek felém, hogy Legyek már, mint a befő, de nem vagyok. Tehát az, hogy a különbség, tehát, hogy akik rendesen születtek, és. Rendesen. Hát, de úgy, Há, hogy? hogy? Hát tehát figyelj, egy, tudod, hát... mi volt? Elmondom. Nézd meg ezt a profilt, így. Hatvanas fejkörfogat. Hát, anyuka idejében még nem volt ultrahang, így röngen, és így megnézik a képet. Orvos azt mondja, anyuka, az a gyerek a rendes úton, nem gyűn ki. Érted? teljesen korrekt volt. És gondold el, hogy én ezzel a krániummal át kell, hogy küzdjem magam a szülőcsatornán, itt minden van, csak rendes, harmonikus, normális szülés nincs, mert egyszerűen porzalom. Tehát ennek ott átférni, hát, ezzel hát ez valami hihetetlen. A lényeg az, hogy más karma, a császáros karma, és más karma természetes szülőcsatornán kijövő. Az egyiknek a harcot kell tudni félretenni, hogy ő mind, mert ő már megharcolt, és a győzelme ott van. Nyugodjon már meg. A másiknak, a császárosnak pedig, amit eddig láttunk ebből, hogy az eszköz használat. Tehát az első élmény az, hogy eszköz segítségével jöttem ki anyuka méhéből, elkezdem szeretni az eszközöket, mert az jelenti az életet. Vigyázzunk ezzel. Az Igen. eszköz az nem élet, az élet az élet. És amikor az eszközhasználatot összetéveztem a munkával vagy a társassággal, akkor van az, hogy a barátnő megkérdezi a császárral született barátját, hogy most a kompjúterrel fekszel le vagy velem? Idáig elmehet a dolog. El is ment, és én helyesen döntöttem. Értem, tehát akkor nem lehet általánosítani, hogy akik császárosak, azok kevésbé küzdenek az életben. Máshonnan indulnak, de. Hát az általánosításoktól mencs meg, Uram, minket, mert mindig helytelen konklúzióhoz vezetnek. Igen. Jó, köszönöm. Jó? Azt kell megnézni, hogy mi egyéb karmát hozott le. Nem csak azt hozta le, Nem. hogy császárra született, még egy csomó egyebet. Lehet, hogy pont az, hogy a kitartását, az állóképességét, a harcra való képességét kell felnövelnie megerősítenie, az fogja a karmáját aktiválni. Mi tavaly a párommal mind a ketten elveszítettünk egy közel álló szemét hozzánk, és amikor mi belépünk abba az élettérbe, ahol ő lakott, ő élt 50-60 éven keresztül, és bemegyünk abba az élettérbe, és leülünk, és beszélgetünk vele, mintha ott lenne. Hogy ez furcsának számít, vagy? Ez nem furcsa, és egy ideig, amíg a gyász folyamat tart, ez a természetes része az elmúlásnak és az azzal való szembenézésnek. De utána, amikor a gyász folyamat már könnyül, akkor ezt abba kell hagyni. Abba kell hagyni, mert nem tudod visszahozni, és akkor csak az illúziók vastagodnak, és a realitás pedig egyre távolabb lesz. De van egy olyan fázisa a gyásznak, amikor muszáj megtenni, mert szétszakad a szíved. Olyan sok-sok szálon kötődünk egymáshoz lelkileg, amikor elveszítjük azt, akit a legjobban szeretünk, az olyan, mintha a lényedből a legnagyobb darabot kitépték volna. És újra meg kell erősödni, újra vissza kell ide térni, újra az itt maradottakkal kapcsolatban kell lenni, mert az élők élnek, és az elhaltak, elmentek. Ennek megvan az ideje. Ezt kellő együttérzéssel, kellő tisztánlátással, kellő szilárdsággal lehet vezérelni. Egyetlen egy pillanat sem hiányozhat belőle, ennek megvan a természetes folyamata. De amikor ez elmúlt, akkor már nem beszélek hozzá. Ha elmúlt már sok-sok hónap, akkor ezzel nem akarom tudatosan visszahozni, mert lehetetlen, és akkor felszakítom a sebet. Felszakítom azt, ami már megnyugodott. Amivel már szembenéztem, ami már bennem lezajlott. Kívánom azt, hogy élettel és halállal tudatosan, világosan nézzünk szembe, felnőtt módon és félelemtől, reménytől mentesen. Ha így teszünk, kihozhatjuk életünkből a legjobbat, és ezt a legjobbat adhatjuk másnak is, mert van bátorságunk ezt oda a másik pedig elmeri fogadni. Csak magunk vagyunk ezen a Földön. Csak egymásnak vagyunk ezen a Földön. Nincs más olyan intelligens faj, amely az ember mellett egy másikat adna, egy másik lehetőséget adna. ejtő, hogy az emberi minőség milyen ezen a bolygón. Viszont fölfelé is, lefelé is teljesen nyitott az út. Merre megyünk? merre nyitunk, kikkel társulunk. Én azt kívánom, hogy azokkal társulj, akikben bízol, tégy olyat, amelyben okod van hinni, és legyen bátorságod az életed végigvinni. Köszönöm a figyelmet.